Kupagyőztesként és bajnoki ezüstérmesként zárta az előző szezont a Fátum Nyíregyháza, amely hétfőn kezdte el a felkészülést a következő idényre. Ahogyan az már megszokott, a konditeremben gyűjtik az erőt a játékosok, a klub vezetői pedig sajtótájékoztatón ismertették terveiket. Mint Hollósi László vezetőedző elmondta, a múlt sikereinek lehet örülni, de azok a jövő szempontjából már nem jelentenek semmit. Pontosabban csak annyit, hogy még jobban készülnek majd a Nyíregyháza elleni meccsekre a riválisok. Ebben a szezonban újra nekünk bizonyítani kell, hogy igenis Magyarország legjobb csapatai között vagyunk, és ezért kell minden edzésen dolgozni. Látni kell, hogy nagyon sok csapat megerősödött. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős bajnokság lesz, úgyhogy pillanatnyilag nehéz pozícionálni magunkat, hogy hova is érhetünk el. De hát mindenképp úgy gondolom, hogy föl fogjuk készíteni a lányokra arra, ugye épp a sajtótájékoztatón mondtam, hogy erre a helyzetre szerintem a legjobb kifejezés ugye Oliver Stone-nak a filmje, hogy minden héten háború. Ez erről fog szólni, tehát itt minden csapat nagyon kemény lesz, föl kell készülni minden szinten, technikai, taktikailag, mentálisan, hogy nagyon komoly mérkőzések várnak ránk. A tavalyi bajnokságban szereplő játékosok közül Tóth Fruzsina, Tóth Dalma, László Alexandra, Varga Eliza, Szabó Lili és Genezis Francesco maradt Nyíregyházán. Mellőjük érkezett az ukrán Olena Limareva Flink, a puertorikói Victoria Pilas, a szlovák Barbora Kosekova, az amerikai Molly Lohmann, valamint a legutóbb játszberényben szereplő Pintér Andrea. Már nagyon vártuk ugye ezt a szezon kezdetét, ilyenkor mindig a nyár után azért várjuk, hogy elkezdődjön a munka, megismerni az új játékosokat. Azért ugye számomra új igazolásként várom azt, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen munka folyik itt azért, amit már ugye hát évről évre bebizonyítottak, hogy azért elég komoly munka folyik itt ebben a csapatban. Úgyhogy én bizakodva várom, úgyhogy remélem, hogy jó kis csapat fog alakulni. A csapatmenedzser Veres Péternek is szerepe volt a keret kialakításában. A korábbi válogatott játékos jól érzi magát új szerepkörében. Mindenképp pozitív eddig, és abban bízom, hogy ilyen is marad. Természetesen ez egy teljesen új munkakör számomra, de én úgy gondolom, hogy olyan jó stábtagok vannak még itt a vezetőség, hogy mivel már régóta ismerem őket, ezért én úgy gondolom, hogy elég könnyű lesz velük dolgozni. Itt az a lényeg, hogy itt úgy, mint a csapatnál, itt a stáb között is elég komoly összetartás kell, hogy legyen. Úgyhogy tényleg én csak pozitívan nézek előre, és bízom benne, hogy tényleg az együttműködés az olyan jó irányba fog menni, hogy az eredményt is fog szülni. A női röplabda bajnokság az Európa bajnokság után október második hétvégén rajtol. A nyíregyháziak végig hazai környezetben készülnek, mellette saját rendezésű és külföldi tornákon is szerepelnek majd. Egy játékos még érkezik a csapathoz, a vezetők keresik azt a röplabdázót, akivel teljes lesz a Fátum Nyíregyháza kerete.